Átfogó turisztikai fejlesztés valósulhat meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Csak a terület és településfejlesztési operatív programban 4 milliárd forint juthat erre a célra. Az aktív és víziturizmus népszerűsítése, a kulturális örökség védelme és a határmenti turisztikai attrakciók bővítése is szerepel a fejlesztési csomagban. Igyekszünk közös arculati elemet adni akár mind a 4 programcsomagnak, egy közös megjelenési formát, webes felületet, közös marketing eszközöket, és azt gondolom, hogy ezzel segítik egymást a különböző fejlesztések. Sőt, igyekszünk más programok révén megvalósuló fejlesztéseket is összhangba hozni ezzel, illetve mi is alkalmazkodni az országos fejlesztési elképzelésekhez. Emlékezetes, hogy a magyar kormány is döntött fel turisztikai fejlesztési térségek kijelöléséről. Legközelebbi hozzánk a Tokaj felső Tisza vidékét megcélzó turisztikai fejlesztési terület. Tehát mindenféleképpen figyelünk a futó állami programokra, határon túli együttműködésben megvalósuló programokra, és igyekszünk mindezt egy közös marketing eszközökkel és közös arculati elemekkel megjeleníteni, eladni azt az életérzést, amit Szabolcsban, Szatmárban, Berekben szerezhet a turista, az érdeklődő, a látogató, hogyha ide látogat hozzánk. Az idegenforgalmi fejlesztésekben nagy hangsúlyt fektetnek a megye turisztikai értékeinek marketingjére is, hiszen a megyében évről évre egyre több látogató fordul meg, ám inkább a megyeszékhelyen számottevő ez a növekedés. A cél az, hogy a Nyírség, a Szatmár vagy a Rét közturisztikai látványosságait is felfedezzék. Azt is igyekszünk formálni a projektpartnereinkben, azt a formálási munkát is igyekszünk elvégezni. Ugye több mint 40 projektpartnerrel, több mint 50 megvalósítási helyszínen dolgozunk, hogy ajánlják egymást, ők maguk is. Ezzel erősítik a saját üzletüket is, tehát nem versenyezni kell ez a piacon, hanem együttműködni. Ez így működik máshol is, ahol fejlett turizmussal rendelkező országok esetében. Tehát ezt legalább olyan fontos, mint a megvalósuló fejlesztések, hogy egy közös szolgáltatás csomagot is fel tudjunk majd építeni, távlatilag akár egy olyan turisztikai kártyát is, amely más országokban működik, akár térségekre, akár városokra koncentrálva, és rengeteg attrakcióból válogathat a turista, nem is tudja kimeríteni a kártyában lévő lehetőségeket, de mindenki részesedik a kártyán hasznából a szolgáltatások igénybevételének arányában. Ez egy távlati cél, de azt gondolom, hogy ide el kell jutnunk az állami futófejlesztéssel párhuzamosan. Megye központ turizmusának is érdeke, hogy legyenek olyan attrakciók, olyan látványosságok, látnivalók, programajánlatok, ami miatt nem pár napot, hanem akár egy-két hetet is el tudnak tölteni Nyíregyházan és a megyébe. Ez érdeke a térség turizmusának is. És hát tovább is gondolkodunk egyébként a programban. A TOP-nak van egy második turisztikai fejlesztési szakasza is, amiben ugyancsak pályáztunk a megyei fejlesztési ügynökséggel karöltve, ott kevesebb projektpartnerrel, koncentráltabban tervezünk megvalósítani fejlesztéseket, mert még hogy sikerül, és akkor az igazi zászlóshajó lehet ennek a turisztikai programnak is. Az elmúlt években a kulturális és épített örökség megóvása, felújítása kiemelt projekt volt. A középkori templomokat rekonstruálták, kastélyokat újítottak fel. Vannak ilyen kisebb létékű kastélyfejlesztések, nem nagy léptékűek, néhány 100 millió forintot, vagy néhány 10 millió forintot felölelő fejlesztések, vagy továbbfejlesztés, mondjuk a Kálóseményi kúriának egy újabb attrakcióval történő továbbfejlesztése valósul meg ebben a programban. És azt gondolom, hogy ezzel együtt egy olyan koncentrált, látogatható, turisták számára is vonzó térség alakul ki a megyében, amely javára szolgál a megye gazdaságának. Emlékeztetnék arra, hogy a turizmus egyre növekvő iparág egész Európában, sőt az egész világon. Kár lenne, hogyha kimaradnánk ebből a lehetőségből. A megyei turisztikai fejlesztések mellett az állami fejlesztési programokból is kerül Szabolcs megyébe. A kisfaludi turisztikai fejlesztési programon belül a vidéken lévő kereskedelmi célú szálláshelyekre és a már meglévők bővítésére lehet pályázni. A vállalkozások a fejlesztési költségek 50%-ára kaphatnak állami támogatást, további 30%-ára pedig kedvezményes kamatozású kölcsönt. Így a tervezett beruházás 20%-át kell önerőként biztosítani. A kisfaludi program egy átfogó turisztikai fejlesztési koncepció, amely
2030-ig előre ütemezetten fogja támogatni Magyarország egyes térségeit a budapesti szálláshelyek kivételével. Ennek összesen 300 milliárd forint a keretösszege. A pályázati lehetőség 2017. szeptemberében nyílt meg. A határmenti programok között Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a szomszédos térségekkel együttműködik a turisztikai ágazat fejlesztésében is. A Magyar-Román Együttműködési Programban lesz egy ilyen pályázati lehetőség, ez év őszén nyílik meg a program, és azokat a fejlesztéseket, amelyeket a megyei Tobból nem tudtunk megvalósítani, de tovább gondolásra érdemesek, azokat szeretném bekapcsolni a Magyar-Román Együttműködési Programba, illetve hát a partciumi részekről, a Román és Szatmár megyéből is olyan fejlesztést igyekszünk megvalósítani, ami összekapcsolja két turisztikai térséget.